Szerbusztok, kedves emberek! Én Gameborg vagyok, ez pedig a Jedi Knight Mysteries of Sith végjátszásomnak 6. része. Mint hallhatjátok, sikerült megint megfáznom. Jól sejtettem, megint ilyen karakteres lett a hangom. Úgyhogy, ha kicsit orrból beszélek, az azért van, mert megfáztam. És most itt vagyunk, ezen a Kerobani bázison. Találj bejáratot Kerubani személyes gyűjteményébe, vedd vissza a holokront, találj egy hajót és menekülj. Tehát ugye az előző részben az volt, hogy az új köztársasági hajót megtámadta egy ilyen kalóz armada, egy kalóz hajó, és akkor így elloptak egy csomó mindent így a rakományt, meg ezt a Jedi holokront is. Ami igazából én nem tudom, hogy ennek most mi jelentősége van. Jaj. De reméljük, hogy kiderül majd. Menjünk erre. Most úgy néz ki, hogy nem bántanak minket. Azt nézem, hogy a zene az elég hangos. Pedig levettem jól. Nagyon így. Mindig sokat. Néha, mint hogyha nem egyforma hangerősséggel rendelkeznének így a zenék. Pedig mikor megcsináltam ezt a zene moddingot, hogy ugye ne ismerje fel a YouTube, akkor nyomtam rá egy ilyen masteringet is. Tehát így elméletileg így egyformának kéne lennie. Kukucskáljunk be a víz alá. Szikreteket is jó lenne, vagy jó lett volna így összedegetni, most szerintem így a végén járunk már ennek. Nekem van egy olyan sanda gyanúm. Nem egy olyan, tehát kb. Ugyanolyan hosszú lehet ez, mint a sima Jedi Knight. Ja, és megint nem vettem fel amúgy a fényerősséget, úgyhogy egy tapsot nekem. Úgyhogy maradt ugyanaz, bár mondjuk annyira nem vészes. Meg nem tudom, hogy más monitoron mennyire sötét, hogy havernál én néha rászoktam nézni a gameplayeimre. Főleg, hogy így itt hagyom így feltölteni. És akkor ugye átmegyek haverhoz, és akkor így nála nézem meg, hogy így fölmentem el. És akkor olyankor így nem tűnik olyan sötétnek. De amikor visszanézem, akkor tök sötét. Nézzünk be ide, itt mi van. Ahogy látom, ez nem egy olyan sötét pálya, bár lehetnek olyan részek. Ezt a Jedi Orokront kéne. Az olyan megtámad meg. Jó van. Jó van, akkor így lelövő. Menjünk a hánszóló stukkerrel, az olyan jó. No, úgyhogy most már én karakteres megint a hangom. Így beszélek. Nem tudom, összeszedtem valami nyavaját. Tudom, hogy. Most talán tényleg egyre többször. Nemrég is ugye a Diablo 2. Jó, mondjuk az más miatt volt ugye ez a... Ugye a kereoki meg így a éjszakába belenyúló kicsapongás. Ugye így a, ez így a hangszálaknak az nem tesz így nagyon jót. De most konkrétan meg vagyok fázva, és most mondjuk a torkom nem tré. Mi ez a nyüzsgés hang? Ez, hogy nincs is itt senki. Hova kell itt menni, balzeg? Nézzük már ide föl a tetőre. Na itt mentek, hogy nehogy meghóljak. Képzeljétek, így nagyon nézegettem már az új videókarimat. Gyűjtöm így a pozitív energiát. Az univerzum úgy a vonzás hatalmával próbálok élni, hogy így mindig így nézem, meg így izé. Úgy komolyan mondom, most lehet, hogy hülyének néztek, de én hiszek ebben. Mikor így
amikor, tehát így sűrűn azért veszek ilyen cuccokat, és akkor szoktam így álmodozni róla, de olyan szinten, hogy a gépen egy picit iszok is közben, kiszálltam, hogy a gépen így vannak ilyen mappák, hogy így, ilyen képek, így névvel, hogy laptop, meg amiket így kinézegettem. És hogyha így mindig így nézem, meg így, akkor így bevonzom, és így hamarabb így, tehát jobban így meg tudom szerezni. Nem tudom, mint hogyha így nem. Tehát, hogyha itt tényleg így álmodozol valamiről, akkor így agyad, így bevonzod így a rá irányuló energiákat. Na mindegy, ez lehet, hogy ez az én hülyeségem. Na mindegy, úgyhogy most is így nézegettem a GTX 970-eket, ugyanis az lesz a következő videó vasagépemben. Most egy GTX 460-as van, egy Asus, egy gigás, ami elég jó kiszolgáltam, hogy mit ne mondjak. Sőt, még mindig. Bár egy ilyen Arkham Asylum-nál már beszaggott a játék felvételnél. Ugye mondjuk eddig nem nagyon használtam ugye gameplay felvételezés a gépet. Tehát ugye annyit érdemes tudni, hogyha a gameplayeket felveszel, akkor egy dupla olyan, vagy háromszor olyan erős videókártya illik azért a gépbe, meg így maga így a proci, meg minden. Nem? Például így felvétel nélkül így tök jó kiszolgált ez a kártya. Mit kell csinálni? Tehát ilyen Mad Max, ilyen fullon megy. Komolyan, ultrán, meg semmi gond nincs vele, még ilyen simítása se. A Witcher az olyan high-on megy. Gyenge high-on. Elfut szépen. Úgyhogy most ezen próbálok így fejleszgetni, mert azért most már akarok új gémekkel is nyomulni. Nem csak mindig ezek a retrókkal. Ogyád, ez megölt. Kinyifantam. Na jó van. Jó tudni, hogy ezek ilyen kecsegek. Ezek a gorillák. Kus. Kusolyáj. Oshonyám ucsai. Lenn is volt két paraszt. Mennyi? Még van, ott nincs semmi érdekes. Hol van? Volt náluk valami? Jaj. Ez valami hőhullám. Ez nem múlik el? De. Nyugodjál már meg, attól megnyugszol. Ilyen ork vagy mi a franc ez? Jaj. Nem merek belemenni az ilyen csapda gyanús volt. Biztos így megöl vagy valami. Húzzam meg azt, akar milyen kapcsolót akar önnek húzni. Ja, ezt. Jó. Ha? Jaj, op, jaj, hova megyek? Ó, bazd meg. Na. És nem bírok visszamenni. De jó. Hopp. Itt van valami. Áh, nem bírok oda beugrani. Adjuk egy kicsit töltödni az erőt. Kurva anyádat. De be tudok ugrani, csak faszán kell csinálni. Töltöm. Nagyon jó. Amúgy sokat számít, hogy merre nézel, tehát ugye a szemszög. Menjünk. Aha.
Gyorsnak kell lennem. Oké, bár nem tudom most hova tartok, ha átugrok oda. Áj, de Bane Joe vagyok. Béna vagyok. Béna Béla, na az gyakorolgassuk azt az ugrást. Mondom, gyakorolgassuk az ugrást. Ez hülye. Nagyon jó. Oké. Hát hogy lehetek ilyen nem normális? Ilyet. Ilyet leugrok. Én belefutok a izébe. Nagyon kapkodok néha, azt így észrevettem. Jaj, már megint összegyűlt az orromba a cucli. Lehet, hogy egy ilyen fújás pihenőt tartok. Na, és már itt az ideje, hogy... Jó, remélem ez így nem fog lezáródni. Jó, és innen hova? Jó, ott is van. Áááá! Scriminál Joe. Habár lehet, hogy itt följutok oda. Na. Nem, itt megint az elején... Az elején, aha. Na jó, most már nem bénázom el. Lássuk még egyszer. Oké. Oké. Na és még egyszer ugrás. Jó, kicsit rá küldtem. Küldtem. Megvárjuk a zenét. Nem hoztam sört, gyerekek. Bűn. Bocs, hogy most így meg vagyok fázik, ki vagyok száradva. Úgyhogy iszogatok itt szépen, ezért lett volna egy korsó sör. Ez azért így komoly. Így ide betört a víz. Menjünk ki. Jaj, 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 itt egy cápa. Cápa. Nem is cápa, ez ilyen harcsa, vagy mi a franc ez. Ja, amúgy van olyan erőnk, amit még ugye nem próbáltunk ki, úgyhogy most is teszem, de a healing már van, azt hiszem. Ja, nincs. Ja, nem az a kivetítés, de azt majd valami ellenség jön, akkor megnézem, hogy mire jó, várjunk. Nézd meg a barma. Mindegy. Hát jó, szerintem nem biztos, hogy ott volt kint valami érdekes. Menjünk inkább előre akkor. Mentegetek. Megálltatok valami fasz a fegyver. És a Wookiee íjam az nincs meg. Íj puskám. Csak ugye ez a Bat Saber Battle X modos dupla. Amúgy ez tök jó ez a kard, csak nincs. Tehát ugye ez csak a modnak az adománya, és én nem szeretnék azzal élni. Úgyhogy a dupla pengéjű kard nincsen. Most nem fogom kipróbálgatni, hogy ki akar lelőni, ki nem. Ez ismerősen néz ki, még ki ez. Captain Fazmának a... Ez viszont a AT-8-nek a feje. Ugye az alap Jedi Knight-ba az a cselszövő droid. Itt van a holokron, ha jól látom. És merre kell itt menni? Jaj, 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 hova mész? Hova megy ez a ringyó? Na, és mi van?
mi volt, azt nem nagyon értettem. Na mindegy, nyugodjál meg. Kényelmetlen ülök, most nagyon ilyen ficánkolós vagyok. Most nagyon ilyen... Na azért ne... Azért ne így áll előre. Jaj, de megijedtem. Ennyi... Komolyan nem szoktam megijedni, most megijedtem. Mert ez ilyen egy csapásra megöl ez a barom. Mentek. Várjunk, most mit kell csinálni? Nyugodjunk meg szépen. Igen, találj egy hajót is menekül. Ez eddig nem volt egy nagyon bonyolult küldetés. Az a orokról azt hiszem, hogy azért egy nagyobb hajsza lesz. Jaj, és rám akasztotta azt a barom. Ez egy Jedi healingnek azért örülnék már így. És hova megyek? Bastard. Ez ilyen, nem tudom milyen lény lehet ez az ork. Ami életet azt igazán adhatna. Köszi. Nagyon jó. Ja, igen, innen. Ja, vissza kéne menni, igen, a dokba. Ahonnan jöttem, talán ott van valami hajó. Hú, most már... Ki kéne fújni a nózimat, de most már kibírom, talán itt vége lesz. Nem akarok így leállni, azt így fújdogálni. Ez a baj amúgy az a gameplayezéssel, vagyis hogy így megfázolt, itt tökre meg vagy lővet. Nem bírsz beszélni, minden nyűg. Képzétek-e milyen lehet, aki énekes, ilyen koncertre készül, ilyen bedúran torokkal, nem lehet jó azért. Hát én beszélni alig bírtam. Ugye a Diablo 2-be is. Úgy kapart a torkom minden egyes levegővétel, és hogy alig bírtam már. Most nagyon el vagyok itt csalinkázva, csak megyek előre. Ezt miért nem bír beugrani ilyen helyekre? Idióta. Amúgy hál' Istennek az Outcast-be ezeket kijavították, de lekopogom, mert mindig azt kell lenni, hogy no, ott megy egy ha. Hogy így előre így elszólom magam, aztán ugye kiderül, hogy az Outcast is ugyanilyen bé... Mert én nem úgy emlékszem rá, mondom, én végigvittem az Outcast-et, meg az Akadémit, nem is egyszer. És nem emlékszem arra, hogy így gond lett volna ezekkel a mozgásokkal. Tehát tök nem maradt meg. Mert én által ezeket a sérelmeket így megjegyzem így a játékokkal kapcsolatban. De így nincs ilyen emlékem az Outcast-tel kapcsolatban. Váltsunk át a szóló fegyverre. Amúgy utána néztem, hogy milyen, mik ezeknek a fegyvereknek a neve. Ezt például képzétek el, hogy ez a Blastek. Ez a Han Solo féle ugye sugárvető. Ez Blastek a neve, Blastec, hő. Vészesen fogy az életem. Nem lesz az így jó. Jó, már nyugodjál meg. Merre
kell itt vajon menni? Meg valami élet kéne. Látjátok, meg kell szólalnom. És már kapom is az életet. Na, egy élet kéne már, csak... Most nem jött be. Mikor így tényleg szív... De. Mikor tényleg is szívből mondom, akkor megadja. Látjátok a vonzás törvénye, vagy hatalma. Nem hülyeség az szerintem amúgy, úgyhogy... Van ebbe valami. Én úgy érzem. Kussoljál el. Megint ilyen eltévedős, gyanús. Na jó, mentek egyet. Hogy itt megöljenek, aztán így megint csalingázhatok. Ez a rohadt triadó, ez nagyon idegesítő. Na úgyhogy ez a GTX 970-t szemeltem ki magamnak, és három gyártó közül most így hirtelen nem tudok választani. Asus, Gigabyte vagy Zotac. Amúgy... Ha van ötletetek, vagy tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentbe. Na, úgy néz ki. Sikerült a küldetés, bár nem tudom most hová megyünk. It's always nice to meet new people and make new enemies. Ennyi. Nem, viszont most... Láncvillám. Aztán az a Rage. Nem tudom, mindegy, a healing az kell, és a dobás. Tényleg azt ki se próbáltam még, a dobás sem. Holokron visszakerült az új köztársághoz, na mindig nem bírtam elolvasni. I'm concerned about Kyle. Have you heard from him? He's been out of contact for quite some time now. I understood he was on some sort of personal mission. He was investigating a lead he had regarding the ruins of a Sith temple on Droman Kaz. But I'm afraid something may have happened to him. I think I should check it out. I can't afford to lose either of you. Do what you must, but keep in touch. I'll contact you as soon as I know anything. Jade out. So mond ma amúgy... Rengeteg játékban már benne van ilyen spin-offban, de a filmekben soha nem tűnik föl. De ilyen kormányzó, vagy nem tudom, ilyen királynő. Szenátorasszony, mond ma. De most nem tudom, hogy ez a Leia-nak az anyja lehet, a nevelő anyja. Nem tudom, ilyen nagyon olyan úgy néz ki. Na, megérkeztünk. Jaj, mi van? Jó, szerintem itt érjen véget akkor a végijátszásom hatodik része. Most ugye eljöttünk egy másik bolygóra. Ez egy totál más küldetés, és most a Kyle-t fogjuk megkeresni. Ugye mondta Kyle, hogy eljön ebbe a... Mi ez? A Droman Kaz rendszerében, a mocsáron, just túl a mocsárőrein. Úgyhogy itt most Kyle-t fogjuk megkeresni, hogy ő végül is mire jutott ezzel a magánakciójával. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és ha tetszett a végjátszásom, akkor osszátok meg mindenhol, tudjátok a szokásos történet, és iratkozzatok föl a csatornámra. Sziasztok, az erő legyen veletek!